Hello, Szevasztok, folytatjuk a The Longer Journey-t. És ahogy mondtam az előző videó végén, el kellett olvassam, utána kellett olvassak, hogy hogyan tovább. És hát egy dolgot nem vettem észre. Ugye itt vagyunk benne az öltözőben, ugye ott van benne a csávó. És ugye kellene az ő szeme, ugye? Na most a megoldás... Ilyen. Egy dolgot nem vettem észre, nézd csak. Kapcsoló. Ráadásul az sem mindegy, hogy a kapcsolónak mely részéhez viszed a kurzort, mert ha ide, akkor nem történik semmi. Tehát ez szerintem ez inkább ilyen trehány level designnak tudnám be, mert azért egyrészt nem ártott volna kicsit feltűnőbbre csinálni valahogy, másrészt úgy csinálni, hogy sokkal nagyobb hitboxot kellett volna adni a kapcsolónak, mert a játékos ide viszi az egeret, ide kapcsol az a részére, akkor ugye nincs interakció. Úgyhogy ez így szerintem iszonyatosan el lett dugva, már pedig ez kritikus a továbbjutáshoz. Úgyhogy... Oké, nem vettem észre, de azért látjátok, hogy nem egyszerű ezt észrevenni. Nagyon-nagyon nem egyszerű, mert pár pixelnyi helyet adtak a hitboxnak, úgyhogy ez így szerintem elég gáz. Na de. Nem csak az én hibám. Ein Lichtschalter. Ja. És ha én ezt... Ja. Ich muss gehen, Minelli. Danke für deine Hilfe, Maria. De most kellett volna történnie valaminek, nem? Vagy... Hát pedig azt írták, hogy kapcsoljam le a villanyt. Minelli ist da drin. Mondjuk nem olvastam az egész izét, mert ugye ha az ember utána olvas, hogy mit kell csinálni, akkor megvan mindig az a kockázat, az a veszély annak, hogy akaratlanul is olyan, hát elszpoilerezi magának a dolgokat, tehát olyan dolgokat is elolvas, miközben keresi a megoldást, ami már ugye az után történik, úgyhogy ezért próbálok mindig a lehető legminimálisabb információnak utána olvasni, hogy minél kevesebbet spoilerezzek el magamnak. Azért is nem tudom, hogy most ilyenkor mi van, mert annyit láttam, hogy annyit olvastam, hogy a kapcsolót le lehet kapcsolni, és akkor elvileg Minelli, valahogy ki kell gurulni a személynek, vagy én nem tudom. Csak most valami itt, ja. Itt most valami nem... Ein Behälter für ein künstlich. Ja. Ezt a nagy lámpát miért nem lehet lekapcsolni? Hm.
Hát, most megint tanástalan vagyok. Most ilyenkor mi van? A tök kapcsoló itt ugye nincs. A zuhany. Ich könnte eigentlich eine Dusche gebrauchen, aber nein. Na, jó, akkor. Na várj egy kicsit. Jó, akkor megint meg kell néznem, hogy mi van, mert le kell ellenőriznem, hogy tudunk tovább menni, mert itt megint fogalmam sincs. Na várj egy kicsit. Na, itt vagyok. Hát szerintem, lehet, hogy megint én gondolom rosszul, de szerintem ezt iszonyatosan túlbonyolították. Ez megint szerintem kicsit nonsense lett. Ezt megint úgy eldugták a megoldást, hogy ez nem igaz. Nézd csak! Eine lose Scherbe vom Spiegel. Igen, ezt meg kell vizsgálni, és utána átvált a kurzor. És utána ezt ki kell emelnie. Ki a jó Isten gondol erre? Etwa so. Ich muss aufpassen, wenn ich die Scherbe trage. És... ott van egy jegyzet. Ez kritikus fontosságú. Archiveinwahl. F. Minelli. Passwort, Geburtstag der Ehefrau. Ganz schön clever. Ein echter Sicherheitsmagier. És most? Ein Behälter für ein künstliches Auge. Er ist leer, also trägt er es gerade. De írtak valami... Monkey eye, majomszem, de azt honnan szedem elő? Hát azt hittem, hogy itt kell felszedni, de... Mert az a lényeg, hogy elvileg van valami másik... Na, csak... Wie geht es deiner Frau? Warum fragst du? Ich glaube nicht, dass du... Verdammt, Maria! Wir haben doch darüber gesprochen. Ich sagte dir, kannst du es nicht einfach vergessen? Oh, sicher. Tut mir leid. Fiel mir nur so ein. Bitte nicht, Maria. Du weißt doch, wie es ist. Klar? Wegen deiner Frau. Verdammt, Maria! Ich sitze auf dem Klo! Ich hab nur gedacht, vielleicht sollte ich ihr ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Was meinst du? Bist du verrückt? Bist du völlig durchgedreht? Hast du eine Ahnung, was du da tust? Einfach nur nett sein. Nett? Willst du, dass mich Laura aus meiner eigenen Wohnung wirft? Willst du, dass mich meine Frau morgen aus der Wohnung wirft? Morgen? Deine Frau hat morgen Geburtstag? Du kaufst dir kein Geschenk, Maria. Du solltest nicht einmal daran denken. Das wäre ein sehr großer Fehler. Tu's nicht. Okay, Boss. Du bist der Boss. Nenn mich nicht Boss. Und könntest du mich jetzt bitte allein lassen? Mir ist nicht zum Plaudern zumute, verdammt nochmal. Ich sitze auf dem Klo. Ich muss gehen, Minelli. Danke für deine Hilfe, Maria. Szerintem valami nekem hiányzik. Archiveinwahl. F. Minelli. Passwort, Geburtstag der Ehe. Eine Glasscherbe vom Spiegel. Igen. És mit csináljak ezzel a... E?
Elvleg itt az lenne a megoldás, hogy elvleg itt lennie kell valahol... Verdammt! Ich glaube, ich bin allergisch gegen die verdammte Medizin! So ein Mist! Hopp! Mein Auge! Aha! Szóval így! Was zum Jó, akkor... Maria? Maria, hast du mein Auge genommen? Gib es mir wieder! Da bist du ja! Zurück an deinen Platz! A leírás szerint itt kell lennie nekem valami monkey eye-nak, tehát egy majomszem. És hogy azzal kell kicserélni az ő szemét, ez volt a leírás. De honnan szerzem meg a majomszemet? Ezt én nem értem. Jaj, csak azt nem mondjátok, hogy... De mielőtt valami hülyeséget csinálok... Mielőtt bármi hülyeséget csinálnék, ezt le kell ellenőriznem. Várjál? Na, igen, gyors leellenőriztem, mielőtt valami hülyeséget csinálnék, mert hát nekem az jutott eszembe, és most kivételesen sajnos jó dologra gondoltam, vissza kell menjünk a mozihoz. Emlékeztek a játék majomra? Igen, annak a szemekkel. Szerintem ez a nonsense definíciója amúgy, ez nem tudom, tehát egy... Ennyire extrém mértékben túlbonítani egy egyszerű dolgot, ez... Én nem tudom, hogy miért kellett ennyire brutálisan túlbonyolítani. Akkor miért nem úgy csinálták meg a játékot, hogy miért nem lehet egy kicsit hülye biztosabbra csinálni, hogy automatikusan kivegye a szemét, vagy hogy legalább mondja a szépen, hogy figyelj, ez még lehet, hogy szükségem van erre a játékra, magammal kéne vinnem. És akkor, tehát honnan a jó büdös francból jöjjön rá a játékos, hogy az egyik tárgy, amit már használtunk, hogy az újra az kell. És hogy annak ki kell venni a szemét. Tehát ez akkora hülyeség szerintem. Nem tudom, szerintem ez borzalmas. Mármint, hogy borzalmas, fölösleges túlbonyolítás. Ez nagyon-nagyon túltolták szerintem. Értelmetlenül. Tehát ide vissza kell jöjjünk. Oda be. Ugye ezt mondtam korábban, hogy a legtöbb point-and-click játékra sajnos az jellemző, hogy annyira, de annyira totál logikátlan és feleslegesen túlbonyolítják a dolgokat, hogy... borzalmas. És ez is egy teljesen értelmetlen és felesleges túlbonyolítása a dolgoknak. Na ezt megint, igen, ezt el lehetett venni. Azért, hogy feltételezem... Ja nem, akkor csak... Nee, látod? Tessék. Das Auge ist rausgefallen. Der arme Guybrush. Ki a jó büdös franc gondol erre, ezt... Tut mir leid, Guybrush. Ich brauch dein Auge mal. Aj. Ja, és nem is lehet ide visszarakni. Látod? Ezt mondom, hogy ugye, fuck the logic. Tehát, hogy... ez a műfaj, ez a súlyos probléma van. Nagyon-nagyon-nagyon gyakran a logikát azt kidobhatod a kukába. Pedig nem feltétlenül a játékossal van gond, hanem egyszerűen készítők annyira totál logikátlanul túlgondolták az egészet, hogy semmi értelme. Néhány mutatni feladványnak. Mert ez egy logikátlan hülyeség, ezt lássuk be. Ez kicsit olyan, mint amikor a gumikacsát kellett használni a nagy feszültségű sineknél. Az is akkora nagy hülyeség, hát ez... Úristen!
Értelmes ember soha büdös életben nem gondolná ilyenre. A logikát a legkisebb mértékben sem tartalmaz. És akkor ezt is egy kicsit jobban megcsinálták volna, hogy ne kelljen minden alkalommal, amikor vissza akarsz menni, beszélni hát, az izével és kérni azt az űrlapot, mert ez így... ez is olyan... miért? Tehát, hogy... So I missed mein Auge. Was zum Henker ist? Maria? Maria, hast du mein Auge genommen? Gib es mir wieder. Da bist du ja. Zurück an deinen Platz. Ez is... jaj... ezt miért nem lehetett úgy csinálni, hogy felszedem, és utána... utána... miért nem lehet kiválasztani? Nem, ezt úgy kell csinálni, látod, hogy most... kiesik a szem, és így... jaj, ez is annyira logikátlan... na jó, mindegy, megvan, de... Was ist das denn? Ich sehe alles rot. Ich habe einen Anfall. Maria! Maria! Hol schnell den Arsch! Ich sehe rot! Ráér. És az ilyen azért... azért... tudja rombolni a játékélményt, legalább számomra, mert ilyenkor ugye... a játékosban felmerülhet az a gondolat, hogy... hogy túl hülye a játékhoz, miközben nem, erről szó nincs. Csak ez annyira teljesen logikátlan hülyeség a megoldás, hogy értelmes, logikusan gondolkodó ember soha büdös életben nem gondolna erre, mert logikátlan. És ezért ugye elmarad a sikerélménye. Az ember logikusan próbál, próbálja megoldani, és azért nem jön rá a megoldásra. Tehát... és ez sajnos nagyon-nagyon sok point-and-click játékban ez van. Jó. Na, legalább... végre bejutottunk ide is. Wenn ich mich recht an meinen Unterricht in Computergeschichte erinnere, nennt man dieses Teil Nadeldrucker. Die hatte man, glaube ich, im 18. Jahrhundert oder so. Ein Kontrollfeld mit einer merkwürdigen Tastatur. Ein Computer aus der Steinzeit. Sowas habe ich außerhalb von Museen noch nie gesehen. Ein Wunder, dass er noch funktioniert und seinen Dienst versieht. Hi, ich bin Frank Minelli und ich habe ein furchtbar schlechtes Gewissen. Ich liebe meine Frau Laura und sie hat am 31. dieses Monats Geburtstag. Das heißt Laura 0731. Bitte, bitte. Oh ja, ich bin ja so gut. Schon wieder. Jetzt, wonach soll ich suchen? Na, üdvözlők a Newport rendőrség digitális archívumában. Minden tevékenységét naplózunk és monitorozzuk. Az ön tevékenysége felhasználható önállóan a belső ügyek osztálya által. A berendezés nem rendőrségi célra történő felhasználása, szigorúan illegális. Kérem, ide bekeresési kritériumait. Warren Hughes. Hűha. Warren Franklin Hughes. Aka Firel Lizard. Aha, Terminator fiú. Zeke Vass. Született 2195. augusztus 29. Apja Elis Hughes, anyja Simone
Paris, nem tudom, mindketten elhunytak. Ajjaj. Testvérek Erika Hughes. Warrens Schwester. Und das ist ihre Kolonistennummer. Die sollte ich mir merken, ich brauche sie bestimmt noch. Mhm. Igen, ugye pont a húgáról kell információt szerezni. Körözés, kol 01 miatt, nem? Tehát eleget a kolonizációs egyezménynek. Többszörös betörés miatti körözés. Köztulajdon, tönkretétele miatt körözés alatt. Ich glaube, ich brauche nicht noch mehr von Warrens Sündenregister zu sehen. Er war recht aktiv. Szerkesztés, törlés. Na várja, ugye az ő aktáját kell törölni, de mielőtt törlöm, nézzük még meg es a többit. Hergeholt, aber... Mert sosem lehet tudni, hogy melyik plusz információ lesz később kritikus a továbbjutáshoz, ugye? Bármelyik lehet, nincs elérhető információ. Éprilről van-e valami? Ich will nur überprüfen, ob hier nicht irgendwas über einen Haftbefehl gegen mich steht. Így van. Helyes, nagyon jó. Erika Hughes, na nézzük a... Und Schwester. Ja? Bitte, lass da was sein. Semmi. Ah, az azonosítója. Das ist mein einziger Hinweis. Wenn jetzt nichts kommt, habe ich Pech gehabt. Lesz, most utira lesz. Így van. Erika Drake. 2200. december 9-én született, apja Eli, igen, testvér Warren, igen, cím Bokamba, Mercer Prime, az ügyintéző irodája. Azonosító kapcsolat, Carol Drake, adaptálva, Carol Drake, aha, 2208. április 1-én, a szülők halála után, aha! Jó. És akkor töröljük Warrennek az adatlapját. Hoppla, ich glaub, ich hab Warren gelöscht, umgebracht. Na, er wird schon damit leben können. Zumindest sind die Polizei und die Firmentypen nicht mehr hinter ihm her. Nur noch das Leichenschauhaus. Aha, átírta, hogy elhunyt. És a vezérlőpult egyébként mit csinál? Mit akarsz? Tízes. Tizenegyes. Mit akarsz? Aha, 1-től 16-ig vannak számozva. Aha. És ez nekem... Ez nekem kell egyáltalán? Mentés, igen. Vagy most szimplán lépjek le, mert végül is a szükséges információ ugye megvan. Nyomtató. Ich sollte erst verschwinden, wenn ich alle Informationen habe, die ich brauche. Ich muss Warren Sündenregister säubern, seine Schwester finden und Warren den Beweis bringen. Ich sollte auch versuchen, Informationen über die Neuerer zu finden. Még bizonyítékot is. De akkor nem tudom mit kinyomtatni egyébként, várjál csak. Nem lehet kinyomtatni. Tehát nem az lenne, ugye nem az lenne meg logikus, hogy kéne oda egy nyomtatásgomb? Ja, írd már be. Tehát a szerkesz... Nyomtatás! Azaz. Ich mach lieber einen Ausdruck davon für Warren. Így van. Jó. Oké, ezt ki lehetett nyomtatni, nagyszerű. Ich werde erst alle Informationen, die ich brauche, ausdrucken. Äh?
Jo. Die Sache läuft. Und wo war jetzt der Drucker? Na, most mind a kettőt kinyomtattam. Tessék. Így van. Ein Ausdruck aller Informationen, die Warren über sich und seine Schwester haben wollte. Így van. Akkor most... Ich sollte erst verschwinden, wenn ich alle Informationen habe, die ich brauche. Ich sollte auch versuchen, Informationen über die Neuerer zu finden. Hát és az hogyan? Hát nincs ott semmilyen információ, szépségem. Hát ez így hogy? Voltak templom, várja. Hinter der Voltaire-Kirche von Stark stecken die Neuerer. Also müssen irgendwo noch Informationen verfügbar sein. Forradalmi templom. Forradalmi templom Holdings bejegyzett végig. Vallásos mozgalom 2013. január 1. Az információk a vallási titkot a törvény által védve titka. Igen. Kapcsolat Jacob McKellen fehér bíboros. Aha. Aha. De egy... És azt miért nem tudom kinyomtatni? Ja, írd már be. Látod? Itt nincs nyomtatás gomb. A Manu Memorandum 09342. Jacob McAllen, weißer Kardinal? Was hat das zu bedeuten? Ich sollte mir den Namen merken, er könnte wichtig sein. Jo. Ennyi? Oh! Most már rá tudok keresni. Der sogenannte weiße Kardinal. Wer mag das sein? Titkos, ez a kérdés napozásra került. Frank Minnelli felhasználó megsértette a felhasználó jogosultságot. Jelentkezzen az igazgatónál. Was? Jaj, ne. Sie ähneln den Zeichen auf der Tastatur hinter mir. Jaj, ne. Hát és ezeket én hogy jegyezzem? Várja, megoldom. Lefényképezem. Én nem fogok itt rajzolgatni. Várja. Így. Jó, és akkor most kell nekünk a vezérlőpult, ugye? Elméletileg, és akkor megvan, hogy milyen kódot kell beírni. Na, várja csak. Tizenegyes. Utána jön, úristen, ez még így is nehéz. 16-os. Utána sima négyzet. És ez. Na. Igen, és most mit szedtem fel? Élgárda mappa. Hier drin ist nichts. Oh, außer einem winzigen Datenwürfel. Adatkocka. Huch! Ein winziger Datenwürfel mit einer unbekannten Schnittstelle. Lässt sich auf unserem Hausbildschirm wohl nicht abspielen. Aha. És feltételezem, most már eltakarodhatok, ugye? Igen. Szerintem akkor menjünk Warrenhez.
Mert megvan az összes szükséges adat. De hogy azt hogy kell elhozni, azt még nem tudom egyelőre. Tükör darabka. Most már megvan, hogy hogy tudunk átmenni a lézerkordonon a tükör segítségével, de még mindig nem tudom, hogy kell őt elcsalni innen. És ha megint beszélnék vele? Weitergehen! Nem. Das habe ich in einer Folge von MacGyver 2200 gesehen. Treten Sie vom Zaun zurück, Madam. Igen, ezért kell őt valahogy elcsalni, csak még nem tudom, hogy hogy. És utána már, ja. Akkor már tudom, hogy ezen hogy jutunk át, és azt hogy szedjük le. Csak még nem tudom, hogy tudom őt eltalálni a figyelmét. Jó, mindegy. Lehet, hogy az csak később lehet. Hogy miután valaki kifejezetten kéri ezt az antigravitációs valamit, lehet, hogy csak utána... Nem tudom. Minden előfordulhat már. Menjünk vissza Warrenhez, és akkor odaadjuk neki az információkat. Remény utca. Vino. Ajaj. Eltűnt innen a pár Schläger typ. Ujjjjj. Na! Akkor. Wie hat es geklappt? Hast du die Information? Lebt meine Schwester noch? Ja. Es war nicht leicht, aber ich habe es geschafft. Deiner Schwester geht's gut. Und wegen der Polizei und den Firmentypen brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Das ist großartig. Das ist... Ich danke dir. Ehrlich. Und du hast die Information für mich? Klar, hier sind sie. Hör zu, Warren, deine Eltern. Sie sind tot. Aber deine Schwester lebt. Sie wurde von einer Frau namens Drake adoptiert. Einem Lieutenant der Bokamba Mercer Corporation. Meine Schwester als Firmenbrut? Und meine Eltern... Weißt du, das sollte jetzt wehtun, aber ich fühle nichts. Meine Eltern haben mich schon vor langer Zeit verlassen, aber meine Schwester... Ich muss sie finden. Du wirst sie bestimmt finden, Warren. Hey, warte! Du hast mich umgebracht? Na, vielen Dank. Als offiziell Toter hast du deine Ruhe. Die Polizei klärt keine Verbrechen von Toten auf. Ja, da hast du recht. Aber es wird schwer werden, wieder einen neuen Ausweis zu bekommen. Du solltest doch nur meine Akte säubern. Aber ich will jetzt nicht meckern. Jetzt bin ich besser dran als noch vor einigen Stunden. Also, was kann ich für dich tun, Schwester? Ilyet se sűrűn hall az ember, hogy megköszönni, hogy megölték. Kannst du mich jetzt mit deinem Freund zusammenbringen? Ja, damit du deine Informationen bekommst, richtig? Wird gemacht. Fahr bis zu den Newport Docks, dem Hafen im Außenbezirk. Die Gegend ist verlassen, seit für den Güterverkehr keine Schiffe mehr verwendet werden. Lauf durch die Werft, bis du zu einer großen Garage kommst. Du kannst sie nicht verfehlen, draußen sind große Röhren. Klopf dreimal ans Tor und sag Flipper Burns.
Der Typ ist komisch. Kümmere dich nicht um seine Sprüche. Sag Flipper, dass ich dich schicke. Ich werde ihn anrufen und ihm sagen, dass du kommst. Er müsste dir mit den meisten Dingen, die du wissen willst, helfen können, okay? Danke dir. Okay. Wo lebt dein Freund nochmal? Flipper Burns? Fahr zu den Newport Docks, dem Hafen, und klopf dreimal an das große Garagentor. Er wird dich reinlassen. Jo. Wiedersehen, Warren. Ja, viel Glück, Schwester. Na jó, jó. Tehát a dokkokhoz kell akkor most menjünk. Aha, Newport dokkok. Egy új terület. Azaz a kikötő magyarul. Konténerek. Frachtcontainer. Ja. Hajógyár. Die Werft ist geschlossen, aber die Maschinen sind alle noch hier. Keiner nimmt sie auseinander, um Unfällen vorzubeugen. Das Ding ist schon seit Jahren nicht mehr bewegt worden. Jetzt ist es einfach nur noch ein Haufen Schrott mit Farbe drauf. Építési terület, tehát a nagy garázst keresünk, és háromszor kell kopogni. Ott is van a garázs. Azt, ahogy kizumolt a kamera, oda nézze, épril milyen pici, ott figyeld. Autó. Várjál már. Az autóval valamit lehet, nem akarsz gyorsabban? Na mindegy. Torony létre, ó jaj. Hey, cool, ein 2032er Camaro. Im Top-Zustand. Benzinfressende Autos waren meine geheime Leidenschaft, bis ich 13 wurde. Sie haben viel mehr Spaß gemacht als Jungs. Tun sie eigentlich noch? Okay, April, tehát rajong az autókért. Jó. Vielen Dank, dass du mich angefasst hast. Das hat mich elektrisch aufgeladen. Jeder weitere körperliche Kontakt wird durch einen starken Stromschlag geahndet. Oh oh, es beißt. Az autó megbeszél. Hát ez egyre jobb lesz. Eine wackelige Leiter. Remélem, nem kell ezen felmászni. Bár van egy olyan megjegyzésem, hogy később igen. Terület. Azt nézd. Jó sokat kell futni. Várjál csak! Kaptunk új naplóbejegyzést. Ugye ezt olvastuk legutóbb, és ezt kaptuk most. Még mindig vasárnap meglepetés. Bejutottam, kijutottam, dicsőséges karriert futhatok be a bűnözésben, ha akarok. És az olyan jó érzés. A szüleim büszkék lennének rám. Bűnöző kisasszony, ez vagyok én. Mindegy, legalább megszereztem Warren barátjának az úgynevezett égő csúszólábnak a nevét és fellelhetőségét. Ez egy valódi név? Az üzlete Newport dokkoknál található egy régi garázsban. Warren azt mondta, hogy háromszor kopogok az ajtón. Csoda, hogy nem kell Szezám Nyíkit is mondanom. Remélem, ez a pasas csúszóláb tud segíteni abban, hogy megtaláljam az Élgárdát, voltak templomot. Ma délután újra találkoznom kell Cortezzel, és szeretnék némi használható információt is megosztani vele. Aha. Na! Cső! Cső! Müll. Teurer Müll. Aber immer noch Müll. De miért légpárnás van odaírva, amikor csak szemét? Na mindegy. Gépezet. Melyet? Wo es eine Lüftungsanlage gibt, da gibt es Leben. Industriefarbschüttler von MTI. Eine Maschine, um Farbe umzurühren. Wie nostalgisch. Miért van ennél érzésem, hogy ezt is kell majd használni? Ojjaj. Container? Ein Container. Ja. Nein, mir reicht's. Ich kann keinen Müll mehr sehen.
Ja, das mag ich auch dann. Die Türen sind geschlossen. Am bei. Harmat. Ja. Kettő. Három. Du hältst dich unbefugt hier auf. Du musst jetzt gehen. Gleich. Wo kam das denn her? Ich bin April Ryan, eine Freundin von Warren. Ich kenne niemanden namens Ryan, also warum verschwindest du nicht einfach? Warren hat dich wegen mir angerufen. Warren Hughes. Du kennst ihn doch. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst verschwinden? Schon, aber... Also hau endlich ab! Red ich vielleicht Chinesisch, verdammt normal. Hau ab sollte eigentlich für eine Schlampe wie dich verständlich genug sein. Ich bin keine Schlampe. Ah, also bist du so ein Bandenflittchen, Baby. Die sind auch nichts mehr wert. Und jetzt verzieh dich zu deiner Bande. Hau endlich ab! Nein, nein, ich bin... Ein Firmenspion. Spionage-Hexner kenne ich überall. Ich bin sauber, keine komischen Sachen. Ich habe die Firmenzulassung seit 2 Wochen und ich empfange Besucher nur nach Voranmeldung. Also ruf mich an. Könntest du vielleicht mal eine Sekunde die Klappe halten? Tisch ab! Ich bin April Ryan. Ich bin eine Freundin von Warren, der dein Freund ist und der dich vor kurzem angerufen hat, um einen Gefallen einzufordern. Na, fällt der Groschen? Groschen? Klar fällt er, aber nicht so, wie du willst. Glaubst du, ich bin von gestern? Satellitenunterhaltungen abhören, steht das auch im Handbuch für gute Firmenüberwachung? Spione unterschätzen den Flipper immer. Ihr meint wohl, ich beiße an, wenn ihr eine Frau in engen Hosen seht. Da täuscht ihr euch. Weißt du, wenn ich das Schicksal 2 Welten auf meinen Schultern lasten würde, würde ich dir sagen, fahr zur Hölle. Du kannst mich mal, Baby, du kannst mich wirklich mal. Oh, bist du ein Idiot. Hör zu, wenn ich hier wäre, um dich zu verhaften, hätte ich vielleicht Verstärkung mitgebracht, hä? Der Punkt geht an dich, April Ryan. Meine Leitung mit Warren war sowieso verschlüsselt. Das kann keiner entschlüsseln, es sei denn, man ist der Flipper. Was redest du da? Du wusstest also die ganze Zeit, wer ich bin? Bist du ein Psychopath oder was? Sicher, Süße. Warte. Már azt hittem, hogy nem fog beengedni. De... Csak kicsit anyázni kellett vele. Ó! Ó! Az ott mi? Azt hittem, hogy ott valaki... Leskelődik. Micsoda biztonsági kamera. Aknába, aha, persze. Sie sieht nicht besonders sicher aus. Oha! Tudod, mi jutott eszembe erről? A Rage 1. Az öreg tudós a Rage 1-ből. Kicsit olyan hasonló ez a hely. Ég csúszó láb, Jézusom. Oké. Das hat was von Cyberpunk. Ha ha ha. Ein Typ in einem Schwebestuhl. Das muss Flipper Burns sein. Hallo, bist du Burns? Ja, kleinen Moment, Baby. Warte, ich bin sofort da. Wie bist du hier runtergekommen? Wer zum Teufel bist du? Ich hab geklopft, du hast mich reingelassen. Wir haben vor ein paar Minuten miteinander gesprochen. Warrens Freundin, April. Warren wer? Ich kenne keinen Warren. Das muss Feuerhexe sein. Er ist ein guter Lieferant, der Flipper mag ihn. Mag ihn sehr. Ist er dein Freund? Seid ihr zusammen? Na klar, ich gehe nur mit 15-Jährigen aus. Egal, was zum Henker willst du? Ah, na ja, kedves ez az ember. Ich brauche einige Informationen.
Dann geh doch in die verdammte Bibliothek oder such dir ein Orakel. Der Flipper kann dir nicht helfen. Zu schade. Warren hat sich wohl in dir geirrt. Ja. Hey, was? Wieso hat er sich in mir geirrt? Dass du in jeder Art von Informationsbeschaffung der Beste wärst. Ich fürchte, du kannst mir nicht helfen. Verdammt, klar bin ich der Beste. Der Beste, den es je gab. Besser als Schokolade. Ich bin der König der Datenströme. Der Datenkaiser, Baby. Was für Informationen brauchst du denn? Jack und Michael nevezeti pašilo kapcsát, és infóra a szükségem, és a szervezet róla, amit Élgárlának neveznek. Ich brauche Informationen über einen Typ namens Jacob McAllen und eine Organisation, die sich Neuerer oder Voltec-Kirche nennt. Das hört sich aber nicht gut an, Voltec und dieser Mist. Die haben Sicherheitskräfte und mischen ganz oben mit. Hast du nichts Konkreteres als die Namen? Wovon redest du? Details! Wir brauchen Details, Lady! Da draußen gibt es ein Riesenmeer an Infos. Ich muss doch wissen, auf was ich mich konzentrieren soll. Ich brauche Informationen über einen Typ namens... Ich brauche Aha. Részletek. Mi az a részletek? Was ist das hier für ein Ort? Das ist die Flipper-Boutique, Mademoiselle. Ich verkaufe alles. Von Joy-Chips und Pornowürfeln nur Hardcore und illegal. Was sonst? Bis hin zu Satelliten und Generatoren. Was ich nicht hier habe, kann ich dir besorgen. Aber du bist hier nicht im Supermarkt. Das hier kostet dich viel Kohle. Jede Menge Kohle. Könntest du eine Neutronenbombe gebrauchen? Ich habe gerade eine auf Lager. Ich lasse sie dir für schlappe 100 Millionen. Interessiert? Sicher, lass mich nur kurz mein Konto überprüfen. Nein, natürlich nicht. Bist du verrückt? Ich weiß, dass du es bist. Aber was ist mit mir? Hä? A kockát kell neki szerintem odaadni. Was ist mit deinen Beinen passiert? Himmel, willst du mich veräppeln? Meine verdammten Beine, wie? Du willst es wirklich wissen? Ich würde nicht fragen, wenn ich es nicht wissen wollte. Wer meine Beine auf dem Gewissen hat, das sage ich dir nur, wenn du mir eine Frage beantwortest. Klar. Bist du noch Jungfrau? Was? Ich rede erst, wenn du meine Frage beantwortet hast. Danke, Chuck. Also, ich das honnan tudjam? Hát feltételezem, hogy April az, de most honnan tudjam? Hát... Das geht dich nichts an. Dann geht es dich auch nichts an, wie ich meine Beinchen verloren habe, verstanden? Jogos. Du bist verrückt. Du doch auch. Egy-egy. Vielen Dank für deine Hilfe, Flipper. Ich bin der Flipper, der Flipper. Nenn mich Burns, ja? Bis bald. Szerintem neki ezt kell. Hey, Burns! Bin sofort da! Ich hab diesen Datenwürfel aus dem Polizeiarchiv. Ja und? Was ist drauf? Du hast nach Details gefragt? Das Ding hat Details, jede Menge, hoffe ich. Und du erwartest, dass ich das Ding für dich auswerte, die wichtigen Infos finde, ins tiefe Meer der Sicherheitscodes abtauche und dort die Infos raushole, die du haben willst. Würdest du das tun? Bitte. Mist, du bist so niedlich. Aber wenn du nicht Warrens kleines Spielzeug wärst, hätte ich dich schon rausgeschmissen. Okay, geh schon her und warte hier. Ich warte. Nem menne gyorsabban, haver? Még hogy ő a legjobb adat a lázban. Herr im Himmel, weißt du, worauf du dich da einlässt?
Die Typen sind so ziemlich das Brutalste, was man sich vorstellen kann. Aber gutes Zeug, wertvolle Infos. Komm, ich zeig's dir, Schätzchen. Du wusstest schon, was du tust, als du das hier zum Flipper gebracht hast. Also, was kannst du mir über die Neuere erzählen? Steht da drin, wo man sie findet oder wie man an ihre Daten herankommt? Mist, gehst du nicht etwas blauäugig an die Sache heran? Beruhig dich erstmal, ich erzähl dir, was du wissen musst, aber sieh dir erst diese Aufzeichnung an. Geh zum Bildschirm, ich werde es für dich abspielen, okay? Mitzumachen müssen wir in ein neues Zeitalter des Erbarmens, der Partnerschaft und des Vertrauens aufbrechen. Ein Zeitalter des Reichtums und der Ausdehnung. Ein goldenes Zeitalter. Wir müssen eine Zukunft für uns und unsere Kinder und deren Kinder schaffen, damit sie den gegnerischen Kräften widerstehen können. Wir werden siegen. Das Geistige wieder in unser Leben und in unsere Welt zu bringen. Geistlichkeit und Wissen. Unsere Feinde haben die Wahrheit so lange unterdrückt. Wir können nicht mehr untätig zusehen, wie sie ihre Lügen auf diesem Planeten verwalten. Wir schlagen zurück. Wir müssen uns bewaffnen und uns gegen die Unterdrücker verteidigen. Ich bin kein gewalttätiger Mensch. Ihr auch nicht, das weiß ich. Aber einmal kommt die Zeit, wenn alle Menschen ihre Pflicht tun müssen, um ihren Glauben zu schützen. Diese Zeit ist nun gekommen. Unsere Zeit ist gekommen. Wir werden alles tun, um uns und unsere Familien zu schützen. Wir werden alles tun, um unseren Glauben gegen die Ketzer zu verteidigen. Wir werden sogar Krieg führen, wenn es nötig ist. War das? Er wirkt ungeheuer charismatisch, aber kalt. Was denkst du? Unser Freund Jacob McAllen ist der Obermotz der Voltaire-Kirche. Oder der Neuerer, wenn du so willst. Nicht der friedliebende Philosoph, als der er sich ausgibt. Offensichtlich ein Hitler-Komplex, ein echter Faschist. Das ist ganz gefährliches Zeug. Ich find's aufregend. Aber ich dachte, die Voltaire-Kirche wäre eine friedliche Religion, die sich nur der Meditation und Philosophie widmet. Das glaubst du. Und das glauben 20 Millionen andere, Lady. Aber es ist ganz einfach die Wahrheit. Da, sieh es dir nochmal auf dem Bildschirm an. Wer ist das? Ein Typ namens Gordon Holloway, ziemlich übler Bursche. Er ist die rechte Hand von McAllen und führt die Geheimoperation der Neuerer durch. Dieser Datenwürfel ist eine echte Goldgrube. Die Neuerer haben eine Bande von Agenten, die sie in Tanks züchten. Der Fortschritt ihrer Gentechnologie stellt alles in den Schatten, was ich bisher gesehen habe. Soweit ich verstanden habe, kämpfen die Neuerer gegen einen Feind, den sie die Väter oder die Wächter nennen. Das scheinen die Guten zu sein, wenn sie gegen solche Typen sind. Egal, dieser Gordon sollte eigentlich irgendeinen religiösen Dienst für die Wächter übernehmen. Er ist sowas wie der Dalai Lama. Aber die Neuerer haben ihn geschnappt, bevor er bereit war, und haben irgendwelche Experimente mit seinen Kräften durchgeführt. Ich halte dieses spirituelle Zeug ja für Mist. Aber sowohl die Neuerer als auch die Wächter glauben, dass dieser Typ über Kräfte verfügt, die ihn sehr wichtig machen. Wenn ihn die Neuerer also haben, ist das ziemlich schlimm. Welche Experimente haben Sie an dem Kind durchgeführt? Ja, merkwürdige Sachen. Sie versuchen, seine Kräfte zu steuern. Sie haben alles daran gesetzt und dabei das Kind kaputt gemacht. Sie haben den Jungen in zwei Hälften zerrissen, in eine rein logische und eine rein chaotische Hälfte. Hör zu, dieser Gordon ist eiskalt wie eine Hundeschnauze, also halt dich von ihm fern. Diesen Unterlagen zufolge bringt er jemanden schon um, wenn er nur in seine Richtung hustet. Er steuert die dunkle Seite der Voltec-Kirche und er wird die Kirche übernehmen, wenn der gute alte McAllen das Zeitliche segnet. Und das kann dauern mit der Technologie, die den Typen zur Verfügung steht. Wie ist es möglich, dass die Polizei so viele Informationen über die Neuerer gesammelt hat, aber nichts gegen sie unternimmt?
Keine Ahnung, vielleicht wollen sie was gegen die Typen in der Hand haben, wenn es richtig losgeht. Und vielleicht sind die Infos auch im System verloren gegangen. Tatsache ist, dass wir nicht sicher sind, solange diese Typen frei rumlaufen. Keiner von uns. Also bleibt nirgendwo länger als unbedingt nötig, okay? Das sind also die bösen Buben. Und ich sollte mich von ihnen fernhalten. Davon abgesehen, wo haben die Neuerer denn ihre Zentrale? Du bist entweder sehr mutig oder sehr dumm, Süße. Aber egal was, ich dürfte es dir nicht verraten. Warum? Weil ich eine Frau bin und nicht auf mich aufpassen kann? Nein, weil jeder, der sich mit diesen Typen anlegt, mit einer Kugel im Kopf endet. Oder schlimmer. Das Risiko gehe ich ein. Mist, weißt du, ich bin der Flipper. Der Flipper! Damit will ich nichts zu tun haben, klar? Ich will nur verkaufen und Gewinn machen. Was soll das Detektivspielchen? Warum tust du das? Das ist eine sehr lange Geschichte. Vielleicht ein andermal, ja? Ich brauche die Informationen wirklich, Flipper. Okay, schon gut, ich hab's begriffen. Die Kirche hat verschiedene inoffizielle Zentralen, aber die sind alle unwichtig. Sie sind nur Tarnung. In dem Ordner von dir steht keine Adresse, aber ich bin mal kurz ein paar Online-Berichte durchgegangen und habe entdeckt, dass die Voltec, die Neuerer, mit einer sehr großen Firma verbunden sind. Mit welcher denn? MTI, Malkert Technologies Incorporated. Fast so groß wie Bocamba Mercer. Ich habe mich zu Tode erschrocken. Anscheinend sind die Führer der Neuerer auch die Chefs von MTI. Irgendwie lustig. Ich habe mit MTI noch ein ziemlich großes Hühnchen zu rupfen. Und das ist die Chance, es ihnen heimzuzahlen. Was heißt das? MTI wird von den Neuerern geleitet? Das heißt, in der Firmenzentrale von MTI wirst du auch die Elite der Neuerer finden. Und weißt du, wo die MTI-Zentrale liegt? Ich bin der Flipper! Was hältst du von mir? Mist, beantworte das ja nicht. Grandel Avenue. Keine Ahnung, wo die liegt. Du weißt nicht, wo die Grandel Avenue liegt? Du nimmst mich auf den Arm. Das ist die beste Adresse von Newport. Da leben nur die oberen 10.000 in Wohnungen für hunderte Millionen Dollar. Wie komme ich da hin? Sorry, Lady, da gehören wir nicht hin und da kommt man auch nicht rein. Um zur Grandel Avenue zu kommen, braucht man einen sauberen Ausweis für die oberste Ebene. Und den hast du nicht, tut mir leid. Köszön semmit. Hát igazán elmondhatta volna, hogy azt a igazolványt az, hogy szerezhetem meg. Fú. Ez megint sok új információ volt, mondjuk. Tékmentés. Így. Nem lehet esetleg rá kérdezni? Bin sofort da! Was ist denn? Aha! Ez az. Könntest du mir einen gefälschten Ausweis besorgen? Warum willst du das wissen? Wie komme ich sonst zur Grandel Avenue? Hey, leg dich ja nicht mit den bekloppten Neuerern an. Die beißen sich an dir fest und lassen dich nicht in Ruhe. Wie diese Kampfhunde. Wie Pitbull Terrier? Genau, ganz übel, die Biester, übel. Können wir über den gefälschten Ausweis sprechen, den ich brauche? Baby, das kostet dich eine Stange Geld. Tut mir leid, Freundin eines Freundes. Das wird nicht billig. Vergiss es lieber. Lass das meine Sorge sein. Wie viel kostet es? Ich habe etwa 300 Dollar. Versuch's mal mit 20.000. Tut mir leid, kleine Frau. Gefälschte Ausweise sind teuer. Ich muss einen besonderen Schlüssel besorgen. Ich brauche eine genehmigte Blankokarte. Das Zeug ist nicht billig. Selbst wenn ich meinen Gewinn abziehe, was ich für eine Freundin von Warren vielleicht machen würde, bleiben immer noch 15.000 Dollar. Alternativ fizetési módszer? Mit értesz ez alatt? Könntest du dir für einen gefälschten Ausweis auch eine andere Bezahlung vorstellen?
Tut mir leid, Süße, aber das Bedürfnis hat sich mit meinen Beinen verabschiedet. Nein, doch nicht sowas. Mehr sowas wie ein Gefallen. Oder brauchst du etwas Bestimmtes? Ich glaube nicht. Ich brauche nichts. Hey! Mist, das nimmt mich jedes Mal mit. Neki fog kelleni az antigravitációs cucc a székéhez. Was ist denn mit deinem Stuhl los? Die Antigravsteuerung ist kaputt. Igen. In ein paar Tagen ist sie ganz hinüber, aber ich hoffe, dass mir ein guter Kumpel bis dahin eine neue besorgen kann. Wenn ich dir eine neue Antigravsteuerung besorge, kriege ich dafür den gefälschten Ausweis? Wenn du eine gute findest, die noch funktioniert und die mehr als 200 Kilo tragen kann? Hey, klar. Du musst nur noch eine finden. Aha, és most került egy új naplóbejegyzés. Also, womit kann ich dich für den gefälschten Ausweis bezahlen? Eine neue Antigravsteuerung für meinen Stuhl wäre gut, sehr gut. Igen, tudjuk is, hogy hol van, csak ugye, ahogy mondtam, fogalmam sincs, hogy a lézerkerítés előtt álló őrt hogyan tudom onnan elcsalni. Danke. Sicher! Most már tudom, azt is tudjuk, hogy hogy tudok átmenni a lézerkerítésre, ugye a tükördarabbal, illetve nagy valószínűséggel a csavarhúzóval majd le tudjuk szedni magát az antigravitációs egységet ott a lógó izéről. Csak nem tudom, hogy az őrt hogyan tudom onnan elcsalni. Ez még számomra rejtély, de minden esetre most csinálok még egy mentés, illetve megnézzük nem ezt, hanem April naplóját. Itt az új naplóbejegyzés. Égő csúszóláb, fura egy figura, ugyanakkor ez szemét fattyú. Hogy ne mondjam, nagy bunkó, faszfej és totál idióta. De nem akkor a köcsög, mint Zack. Azt azért tegyük hozzá. De eléggé barátságos is, és határozottan érdekes. Valaki szerint esetleg rejtélyes ember, bár szerintem nem az. Sosem használom a rejtélyes szót valakinek vagy valaminek a leírására. Viszont segítőkész volt, és feltörte ezt az archívumban talált adatkristályt. A Vault Tech temploma nyilvánvalóan kapcsolatban áll az MTI-jal, és a főadi szállásuk a Grendel sugárúton található. De nem jutatok fel oda, a város felsőbb szintjeire jogosító hozzáférés nélkül. És olyan sosem adnak egy ilyen kis senkinek, mint én. Így hát egy hamisot kell szereznem. Csúszóláb segíthet ebben is, de sokba fog kerülni, tehát. Ha csak nem találok egy antigravity egységet a székéhez. Nos, akkor kifolytam a szerencsémből. Hol is láttam egy algis egységet? Pontosan tudjuk, hogy hol a rendőrség előtt. Lehet itt még valamivel interakt, csövek, gépek... Igen, értjük az utalást, bár akkor a Cyberpunknél még nem létezett. Bár várja, az első Deus Ex, az mikor is jött ki? 2000, nem tudom, 1 vagy 2003? Tehát ezután, ugye? Vagy nem tudom, most ebben nem vagyok biztos. Nem, itt más nem nagyon tudunk tenni szerintem. Ami most még így érdekel, illetve amire kíváncsi lennék, hogy a kinti szellőző cső az ez. Miért lehet ezzel interaktálni? Selbst wenn ich mich durch dieses Loch quetschen könnte, will ich nicht nach ein paar Metern stecken bleiben und verhungern. Jogos, de akkor sem értem, hogy miért lehet ezzel interaktálni. Tehát, később biztosan lesz valami légpárnás, ez csak roncs. Létra. Szerintem itt egyelőre nem tudunk csinálni semmit. Feltételezem, itt majd később lesz talán konkrét feladat. Ugye ott az a beszélő autó.
Nem lehet csavarhúzóval... Nem lehetséges, hogy... Nem. Nem tudom rajta használni. Most kell, visszamenjünk ide, és ugye valahogy el kéne terelni az őr figyelmét. Csak nem tudom, hogy hogyan, vagy mivel. Hát az az antigravity, az ott. Lehet, hogy először meg kell vizsgálni, és csak utána lesz rá lehetőségem, vagy nem tudom. Eine Antigravsteuerung. Ja. Ein Polizist. Er bewacht das Wrack. Mert ugye az üdítőt nem tudjuk neki odaadni. Nein. Ich weiß, dass durstig ist, aber ich kann mir im Moment kein Mitleid leisten. Irgendwie muss ich ihn dazu bringen, seinen Posten zu verlassen. Hát ez a gond, hogy halvány lila fingom sincs, hogy hogyan. Ötletem sincs, hogy hogyan kéne őt innen elcsalni. Azével talán azzal a telefonnal, ami ott van benne, ez a csávó is innen eltűnt, ugye ez a színés csávó. Polizei von Newport, ein holographisches Emblem. Lehet, hogy... Das ist nur der Anruf für mich. Ein Bildtelefon. Bildschirm und Kamera sind kaputt. Aha. Das ist nur der Anruf für mich. Jo. Hát mivel... Akkor most megint az lesz, hogy... Mondom, mivel teljesen tanástalan vagyok, még csak tippelni sem tudok, hogy hogyan kell elcsalni azt az őrt, mert ez lett volna az utolsó tippem, hogy itt, mit tudom én, fölhívni, vagy ilyesmi. Mert, hogy mit tudom, külön parancsot adni neki, nem tudom. Úgyhogy... azt fogom csinálni, hogy ennek most megint utána olvasok. Majd megpróbálok csak annyit utána olvasni, hogy hogyan kell ezt az őrt elcsalni. Mert kíváncsi is vagyok rá, meg nyilván ugye ez kell a továbbjutáshoz. És akkor mindjárt jövök vissza, nem esze hova. Na, itt vagyok, és hát... Igen, a megoldás megint az, amire én személy szerint soha a büdös életben nem gondoltam volna. Ami szerintem megint egy picit túl lett bonyolítva. De hát... mindenkinek máshogy működik az agya, fejlesztőknek is máshogy működött, meg az enyém is. Úgyhogy minden... ez... Most jól döntöttem, hogy egyáltalán nem vártam azzal, hogy utána olvassak, mert ez, mondom, ez egy tényleg egy olyan dolog, soha büdös életben nem jöttem volna erre rá. Sosem gondoltam volna erre. Vissza kell menni a garázshoz.
Mondom, számos feladat, vagy ilyen mini puzzle, vagy ilyen továbbjutás megoldás, ez néhány esetben olyan extrém mértékben túl van bonyolítva, és annyira logikátlan, hogy... Figyelj, figyelj, beszarsz, hogy mi lesz a megoldás. Csak figyelj. Na, itt van ez a festék rázó. Ja? Tehát festék rázó. Annyit kell csinálni, ugye itt nem olyan ikon van, mint itt. Hogy ugye, itt nem lehet közvetlenül ugye használni, csak megvizsgálni. Ugye, azt, ugye van használatgomb is, de itt nincs. Na most... Az üdítőt. Kell itt használni. Ich denke, das reicht. Tehát, na most... Das ist flüchtiges Zeug. Ich muss es möglichst schnell loswerden. Na várjál, most gondoljuk át, hogy mi történt. Tehát van egy festék rázógép, ami összerázza a dolgokat. Az üdítőt be kellett rakni a festék rázógépbe, hogy felrázza az üdítőt. Most kérdem én, egy végtelenül egyszerű, józan paraszti logikával. Mi a jó büdös francnak nem lehet szimplán egy festékrázógép nélkül felrázni azt a rohadt üdítőt? Miért kell ehhez egy külön gépet csinálni, egy teljesen más területen, hogy felrázzuk egy kurva üdítőt? Már elnézést, de ez eddig a játékban a legnonszenszebb dolog, amit eddig láttam, mert szerintem ez olyan szinten bullshit, hogy ez valami elképesztő. Tehát ez egy akkora hülyeség megint. Szépen megfogja a kezecskébe és felrázza. Nem. Azt mondják, hogy nem. Rak be egy gépbe, ami a felhasználási területtől teljesen különböző területen van. Rak be egy gépbe, ami neked felrázza az üdítőt, hogy utána odaadd az őrneket. Ez egy hatalmas nagy hülyeség. Ez egy nagyon nagy hülyeség a játékban szerintem. Itt eléggé átmentek nonsensbe szerintem a készítők. Ez egy nagyon nagy bullshit. Úgyhogy erre se jöttem volna rá soha büdös életben. Mert értelmes, logikusan gondolkodó ember szerintem ilyenre nem gondol. Mert aki fel akarja rázni az üdítőt, az szimplán fogja a kezével felrázza, nem? Tehát ilyen egyszerű. De nem, a játék nem így működik. Nem ide kell jönnöm. Hanem ide. Egyébként a többit ezt jól gondoltam. A csavarhúzóval kell leszedni az antigravity egységet. De ez... Istenem... Ez egy akkora hülyeség. Die Cola-Dose steht ziemlich unter Druck. Die kann jeden Moment explodieren. Möchten Sie eine kühle Limonade, Wachtmeister, um den Staub runterzuspülen? Vielen Dank, Madame. Verdammt! Verflucht nochmal, ich muss sofort zum Servicebüro, bevor mein Anzug kurz schließt. Ich komme mir so schlecht vor. Und ich liebe es. Ich. Ey, ha? Okay. És akkor csavar húzott. Die Antigravsteuerung ist mit großen Schrauben befestigt. Ja. Beim Abbrechen könnte sie beschädigt werden.
Igen, először meg kellett próbálni, és csak utána engedi használni. Na, megvan. Kisebb szenvedés után azért csak sikerült. Már baromi jó a sztoria a játéknak, az kétségtelen, viszont tipikus point and click, betegségekben szenved ez is. Ez kétségtelen. Rengeteg total bullshit nonsense megoldások vannak bizonyos akadályoknál. És akkor visszavisszük a csávónak az antigravity egységet. Frachtcontainer. Ja. Garázs. Az az autóval tuti, hogy még kell majd valamit csinálni, meg szerintem itt a létrával is lesz még dolgunk. Az a megérzésem, de talán kicsit később, vagy nem tudom. Igen? Igen. Le az aknába. Na. Itt is van. Na, meghoztam a cuccot. Hey, Burns! Bin sofort da! Ist das hier das richtige Gerät? Toll, klasse Zeug! Für das Ding kriegst du den besten Ausweis mit Zugriff auf alles Süße, ja! Hey, mit diesem Ding komme ich vielleicht sogar mal hier raus! Klasse! Wie schnell hast du den Ausweis fertig? In ein paar Tagen. In ein paar Tagen? Ich brauche ihn jetzt! Oh nein, so läuft das nicht. Das braucht Zeit, weißt du? Frühestens morgen Abend. Ich verspreche nichts, aber ich versuch's. Okay. Jó, és akkor most? Új naplót nem kaptunk, ugye? Uh-huh. És akkor most? Hey, Burns! Bin sofort da! Lehet, hogy talán még egyszer. De miért körbe mész? Wann wird mein Ausweis fertig sein? Frühestens morgen Abend. Szerint holnap, azt mondta, hogy holnap, akkor szerintem nekem az a tippem, azt, hogy holnap. Szerintem akkor haza kell mennem már, mint vissza a lakásra. Vissza a April szobájába, és lehet, hogy talán... Nem tudom... Nincs jobb ötletem, mindjárt próbáljuk meg! Hát, ha akkor tudunk ugrani egy napot a történetben. Mert addig ugye úgysem tudunk mit tenni, amíg nincs kész az a hamisított igazolvány. Tehát logikusan nézve, hogy Aprilnek most ez semmi más nem tehet, mint hogy mit tudom, lefekszik aludni, azt megvárja a holnapot. De hát ugye láttuk, hogy a játék sokszor nem veszi figyelembe a logikát. Így. Hát mindjárt kiderül, hogy mennyire lesz igazam? Aha.
In Tschetschenki? Ich brauche mein Bett nicht. Es ist zu heiß, um mit Bettdecke zu schlafen. Nem, akkor nem. Hát nekem ez tűnt be, meg ugye? Igen, ezt mondtam, hogy fuck the logic. És összejáték. Nem veszi azt figyelembe, a logikát. Hát akkor viszont most nem tudom, hogy mi van. Menjek a kávézóhoz. Ötletem sincs, hogy most mit vár el tőlem a játék, mert megint nem adott semmilyen információ, semmilyen instrukciót, hogy most akkor mi a következő lépés. Honnan kéne tudjam? Beszéljek Charlie-val? Ich habe keine Zeit, um mit Charlie zu reden. Oh, tényleg? Nincs rá időd. Beszarok. Hát nekem úgy tűnik már pedig, hogy van rá elég időd. Nem tudom, menjek vissza a mozihoz, hát ha ott lesz megint a Manny gyerek, tehát a Cortez. Nincs jobb ötletem. De fiú már, miért nem tudok visszamenni a mozihoz? Látod, a metró megállóknál sem volt opció, és nem tudok, innen sem tudok oda menni. Miért nem? Na, erre nem számítottam. Miért nem lehet visszamenni a mozihoz? Arra a városrészre? Eddig mindig lehetett, most nem lehet. De miért? Ausschweifende Orgien. Deprimiert mich nur weiter. Jó, ezt most nem értem. Hát ez lett volna az utolsó tippem, hogy akkor visszamegyünk a mozihoz, de a játék ezt nem teszi lehetővé. Lezárta azt a játékterületet valamiért. Ugye arra lehetett ott arra lemenni, de most nem lehet. Hát ezt én totál nem értem. Ein Polizist. Vagy... Menjek vissza Warrenhez? Vagy mit? Nem értem, hogy most mit vár el tőlem a játék. És hogyan lehet előre lépni az időben. Mármint, hogy érted, hogy... Itt megint megváltozott a pálya. A pálya, hát a... Igen. Itt a... Warren eltűnt. Aha. Warren eltűnt.
sind. Ich nehme lieber die Treppe. Außer Betrieb. Außer Betrieb. Itt nem tudunk fölmenni, tehát nem volna miatt nem tudtunk fölmenni, hanem itt sem lehet fölmenni a lépcsőn. Hiába mondta azt April. És most mi van? Itt mindenki eltűnt. Erről a környékről. Itt valamiért megváltozott itt a terület. Finden Unterstützung für ihre Ideen. Ah! Und die Arcadier, diese leicht zu verführenden Schafe, glauben daran, weil ihnen Veränderung versprochen wird und die erscheint Menschen immer wünschenswert. Nicht nur Menschen. Die Neurer benutzen auch die Tyran für ihre Zwecke. Man sagt, dass die Tyran religiös wurden. Sie haben... Die Tyran. Untreue Wesen. Man muss ihnen nur Geld und Macht bieten. Die Neurer haben ihnen wahrscheinlich die Hälfte des Nordlands, vielleicht sogar Markuria, für ihre Dienste versprochen. Und seit ich denken kann, wollen sie die Stadt in ihre schmutzigen Klauen bekommen. Ja, es sieht nicht gut aus. Was ist mit dem Mädchen? Ich glaube, sie hat endlich das Licht gesehen. Sie weiß nicht mal die Hälfte von dem, was los ist. Und ich glaube nicht, dass sie damit umgehen könnte. Also ist es besser, sie weiß es nicht. Beunruhigt dich denn nicht, dass das Schicksal des Gleichgewichts und unserer Welten in den Händen eines Kindes liegt? Eines einfachen Mädchens vom Land? Natürlich versuche ich, ihr zu helfen, genau wie die Mutter es auf ihre Art tut. April wird bald auf sich gestellt sein und dann... Wer weiß. Trotzdem ist sie die eine. Daran gibt es keinen Zweifel. Das Gleichgewicht weiß und das Gleichgewicht schützt. Und wenn das Gleichgewicht diesem Mädchen vertraut, sollten wir es auch tun. So spricht ein Mann des Glaubens. Aber natürlich, Pater... Du bist nicht der Einzige, der auf höhere Mächte vertraut. Wo wir gerade bei den höheren Mächten sind, ich muss noch meine Predigt für heute Abend vorbereiten. Und welche Lektion lernen wir heute? Du weißt schon, das Übliche. Opfer, Treue, Vertrauen. Die Grundlagen jeder Religion. Selbst die Neurer folgen diesen Grundlagen. Sie fordern Treue durch Vertrauen, genau wie wir es tun. Gute Nacht, Raue. Que Dios te bendiga. Ha most kihallgattuk őket, de szerencsére nincs semmilyen hátsó szándéka, tehát igazából nem árult el minket, vagy ilyesmi, csak én nem mindent mondott el, mert egy kicsit sok lett volna Aprilnek. Vasárnap, késő délután. Véletlenül meghallottam Raúl és Cortez beszélgetését, és hirtelen nagyon-nagyon megijedtem. Az az egyszerű tény, hogy nem ismerem ezeket az embereket, és többé már nem tudom megmondani, hogy ki az igazi barát, és vannak olyan dolgok, amiket tartok tőle, sosem fogok megérteni. Igazán ijesztő, hogy milyen könnyen az indítékok megkérdőjelezése nélkül hittem el mindent, amit az elmúlt néhány napban mondtak nekem. Ez nagyon nem van rám. Általában paranoiás típus vagyok, de mostantól óvatosabb leszek, és nem fogok bízni senkiben ok nélkül legalábbis. Nem hiszem, hogy Cortez hátba akarna támadni, vagy valami ilyesmi. Biztos vagyok benne, hogy szándékai őszinték. Igen, ugyanígy gondolom. De nem szeretek sötétben tapogatózni, különösen, ha ilyen sok múlik rajtam. És egy ilyen komplikált helyzetben csak azt szeretném tudni, hogy mi is folyik itt valójában. Ja. Azért mondom, szerintem Cortez valóban velünk van, tehát nincs semmilyen ártó vagy árulási szándéka, erről szó nincs. Csak
szerintem épület még próbált egy kicsit kímélni a sok információtól, hogy nem akart rögtön túl sok felelősséget a vállára rakni, szerintem. Úgyhogy Cortezzel szerintem nincs semmi gond. Vagy Manny, ugye? Cortez. Ja, beszélj vele. Ist es hier nicht wunderschön? So ruhig, so geistig. Sí. Ich bin nicht katholisch, aber ich komme immer wieder her, um zu meditieren. Um zu beten, wenn du willst. Wenn du kein Katholik bist, zu wem betest du dann? Zum Universum. Zum Gleichgewicht. Zu den Steinen in diesem Fußboden und der Luft um uns herum. Zu dir und zu mir selbst. Was ist das? Buddhismus? So ist das Leben, Senorita. Klar und einfach. Also, was hast du heute ausgegraben? Ach, nichts. Außer allem, was du über die Neuerer und Jacob McAllen wissen wolltest. Du hast die Informationen? Du hast Warren gefunden? Hat er dir geholfen? Am Ende schon. Es war nicht leicht. Aber ich weiß jetzt, wo ich McAllen finden kann und ich versuche, dorthin zu kommen. Morgen werde ich wohl soweit sein. Gute Neuigkeiten und gerade zur rechten Zeit. Die Dinge entwickeln sich besorgniserregend. Was meinst du damit? Das Gleichgewicht steht vor dem Zusammenbruch. Magie dringt in diese Welt. Stark wird noch durch seine starken Bande der Logik und Ordnung geschützt, aber Arcadia steht am Rande von Krieg und Chaos. Wenn wir nicht schnell handeln, wird Arcadia dem Chaos anheimfallen und Stark wird folgen. Wer könnte uns helfen? Jeder mit der Kraft und dem Willen zu helfen, tut es bereits. Aber du bist wichtiger als jeder andere. Du kannst nach Arcadia reisen und Ordnung in das Chaos bringen, bis wir den Hüter gefunden haben und ihn in sein Reich zurückgeführt haben. Was ist mit den Neuerern? Wir untersuchen deinen Hinweis morgen. Wenn wir finden, was wir suchen, wenn sie den Hüter haben oder wissen, wo er ist, sind wir dem Sieg ein gutes Stück näher. Aber wir müssen noch den Eingang zu seinem Reich finden. Und die Lage in Arcadia wird ohne deine Hilfe immer schlimmer. Ich weiß doch gar nichts. Was kann ich tun? Sei einfach nur da. Du bist stark im Gleichgewicht, April. Und deine Kräfte fließen denen zu, die du triffst. Sie helfen ihnen gegen die Gezeiten des Chaos. Was immer du tust, wie auch immer du es tust, deine Gegenwart hilft. Ich fühle mich immer noch so hilflos. Ich verstehe kaum etwas von dem, was du mir da erzählst. Deshalb bin ich auch so skeptisch. Gut. Vertraue nichts und niemandem. Und stemm dich gegen die Dinge, die du nicht glaubst. Du solltest die Wahrheit aber akzeptieren, wenn du sie erkennst und an das Gute in der Welt glauben. Ich werde es versuchen. Was tun wir als nächstes? Morgen besuchen wir McAllen. Wir werden erfahren, was er weiß und es benutzen. Übermorgen gehst du zurück nach Arcadia. Wir haben höchstens eine Woche, aber das müsste reichen. Entspann dich heute mit deinen Freunden. Ich glaube nicht, dass ich mich je wieder entspannen kann. Ja, wir zahlen einen hohen Preis für unser Wissen. Versuch dich abzulenken, denn die harte Arbeit fängt morgen früh an. Wir sehen uns dann, ja? Warte, warte. Wohin gehst du jetzt? Wir treffen uns hier, ja? Ich fürchte, ich kann im Moment nicht nach Venice zurück. Dort gibt es Leute, die mich suchen. Die Neuere? Ja. Sie wissen, was und wer ich bin. Sie werden nicht ruhen, ehe sie mich haben. Wir müssen schnell handeln, um sie zu vernichten. Also, dann bis morgen? Bis morgen. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Sei vorsichtig. Ich danke dir, Senorita. Pass auf dich auf. De most már legalább hajlandó volt közelni, a legközelebb is itt kell majd vele találkozni. Oké. Mhm. Jut. Hát most azt mondta, hogy próbálj meg kikapcsolni, akkor most már tényleg visszamehetünk Velencébe, nem? Szerintem.
feltételezem. Most a játék egyértelműen mondta, hogy menjek haza. Nézzünk először el a kávézóba. Ha most is azt mondja, hogy... az ott micsoda? Gördesz... Ja, megjöttek megint a gördeszkázók. Ha megint azt mondja, éppen nincs rá, nincs arra ideje, hogy beszéljen Charlie-val, az hát elég nagy ellentmondás lesz. Mert most pont, hogy lenne rá ideje, de szerintem amúgy most pont most kéne menni a lakásra, mert vissza... Charlie nincs itt. Bier vom Fass. Eigentlich trinke ich lieber Weißwein oder dampfenden Mokka. Nincs itt Charlie. Tuti, akkor szerintem otthon lesz. Talán, esetleg. Mindjárt kiderül. Lehet, hogy tévedtem? Hey, was machst du da? Ez nem Zack. Asszát. Valamit csinált ez a köcsög. Jó helyen járunk. Zack valamit csinált a lakásomnál. Mármint April szobáján állna. Hello? Charlie, Emma, was macht ihr zwei denn hier? Wir haben uns eingeschlossen und auf dich gewartet. Du bist uns doch nicht böse? Nein, natürlich nicht. Übrigens hat Zack euch nachspioniert. Als ich ihn dabei erwischt habe, wie er an der Tür gelauscht hat, ist er schnell in sein Zimmer gehuscht. Der Loser. Nach dem, was du gestern Abend angeblich mit ihm gemacht hast, ist er persönlich auf Rache gegen dich aus. Ein liebenswertes Kerlchen. Also, was gibt's? Ist was zu feiern? Wir wollen wissen, was mit dir los ist, April. Was meinst du damit? Nichts ist los. Lüg deine engsten Freunde nicht an, das passt nicht zu dir. Wir wissen, dass etwas im Busch ist. Du brauchst das gar nicht zu leugnen. 3 Tage hintereinander bist du ständig weg. Du benimmst dich seltsam und hängst ausgerechnet mit Cortez herum. Und heute erfahren wir, dass du alleine in Metro Circle warst. Ich meine, April, um Himmels Willen, was ist los? Hát igen. Nem akarok nekik hazudni. Ihr würdet es mir nicht glauben, wenn ich's euch erzähle. Versuch's einfach, Mädchen. Wir sind deine Freunde. Wir können dir bestimmt irgendwie helfen. Olyan furcsa számomra Charlie-t hallgatni, mert Charlie német hangja egyébként ugyanaz a német színész, mint aki a... Nem tudom, melyikötök nézte a Naruto Shippuden című anime sorozatot. Na, abban a sorozatban Itachi Uchiha hangja volt. Úgyhogy, ja, kicsit más jellegű karakter, úgyhogy... Amint mondtam, őszinte próbálok lenni a haverokkal, hogyha a játék ezt engedi. Ich bin auserwählt worden, um die Welt zu retten. Hör mit dem Blödsinn auf, April. Wir meinen es ernst. Ich auch. Ich hab euch ja gesagt, ihr würdet es mir nicht glauben. Du sagst wirklich die Wahrheit? Was meinst du damit, dass du auserwählt worden bist, die Welt zu retten? Naja, es passiert was ziemlich Übles.
Ich weiß nicht genau was, aber Cortez gehört zu den Guten. Und er hat mich rekrutiert. Hör mal, April. Wenn du einen Nervenzusammenbruch oder sowas hast, können wir dir... Hätte ich doch bloß den Mund gehalten. Vergiss es. Wenn ich es schon nicht glaube, warum solltet ihr es dann tun? Ich glaube dir, April. In den letzten Tagen habe ich unerklärliche Dinge gesehen. Schon meine Oma hat mir beigebracht, dass es auf der Welt mehr gibt, als man sieht. Außerdem bist du es, die mir das erzählt, meine Freundin April. Du hast noch nie gelogen oder übertrieben. Wenn du es glaubst, glaube ich es auch. Und das gilt bestimmt auch für Emma. Danke, Charlie. Das bedeutet mir viel. Ich würde euch gern alles erzählen, aber es geht nicht. Ich verstehe. Wenn du soweit bist, wenn es irgendetwas gibt, egal was, das wir tun können, dann sag es bitte jederzeit. Es gibt ein paar Dinge, bei denen ihr mir helfen könntet. Super. Was können wir tun? Wie gesagt, ich kann euch einfach nicht viel erzählen. Jedenfalls noch nicht. Morgen, wenn ich mich ausgeschlafen habe, werde ich versuchen, es euch zu erklären. Aber ihr könnt eines für mich tun. Ich habe den starken Verdacht, dass jemand mich und auch Cortez verfolgt. Wer denn? Ach, eine lange Geschichte. Aber ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Diese Agenten könnten mir auf der Spur sein. Könnt ihr mich vorwarnen, sobald ihr sie bemerkt? Wenn es irgendwie geht, wie sehen sie denn aus? Ich weiß es nicht, aber ihr werdet sie bestimmt erkennen, wenn ihr sie seht. Sagt Bescheid, wenn euch irgendjemand verdächtig vorkommt. Klingt ganz schön aufregend. Weshalb suchen die dich denn? Hast du irgendwas verbrochen? Noch nicht. Sie haben Angst vor dem, was ich tun könnte. Aber bitte fragt mich heute nicht weiter. Achtet nur auf alles, was euch seltsam vorkommt. Ich muss mich mal ausschlafen. Morgen kann ich euch bestimmt mehr berichten. Aber danke für eure Hilfe, Leute. Ihr seid wirklich klasse. Morgen Abend sind wir alle im Café, April. Du musst einfach vorbeikommen. Versprochen. So, und jetzt schlaf dich aus. Ich sag's ungern, aber du siehst völlig kaputt aus. Ich bin froh, dass wir miteinander gesprochen haben. Danke für eure Freundschaft. Immer doch. Schlaf gut. Gute Nacht, Charlie. Gute Nacht, Mädchen. Träum was Schönes. Was ist das für ein Geräusch? Szépségem, nem zuhanyoztál lefekvés előtt, mert ugye kukában is... Wo kommt das Licht her? Kukában utazott be a rendőrséghez, szóval... Ja. Oh. Negyedik fejezet. Szörnyeteg! Azt hiszem, megint Arkádiában vagyunk, de April nem hozott magával sok ruhát. Ich hoffe, das ist nur ein Traum. Wenn Cortez diesen Spalt nicht geöffnet hat, wer dann? Und wie komme ich jetzt allein nach Hause? Nem fázol, szépség. Engem nem zavar, de éjszaka... Und das muss Makuria sein. Es duftet nach Blumen und Kuhmist. Da Csodás! Offensichtlich ein Fest statt. Csodálatos lehet! Kéne találni valami ruhát, nem? Oké.
April naplója. Vasárnap éjszaka, vagy hétfő reggel? Nem vagyok biztos abban, hogy mi is van most, de késő, az tény. Egy furcsa hang ébresztett az éjszaka közepén, és amikor kinyitottam a szemem, a szobámat egy hideg kék fény töltötte meg, ami a szekrényből jött. Ó, rendben van, nyilvánvalóan egy álom, nem kérdés. Az olyan dolgok, mint ez, nem történnek csak úgy a való életben. Kivéve az én életemben, állandóan. Volt egy váltás a szekrényemben, és mielőtt bármit tehetem volna, már itt is találtam magam Arkádiában. Újra. És miközben Cortez segített átjutni és visszajutni, ezúttal félek nem lesz, aki segítsen. Egymagam vagyok. És ezt nem szeretem. Igen, mert ugye láttuk, hogy Cortezt elfogták. Valószínűleg az élgárda ugye megtalálta. De ja, jó. Na, akkor innen fogjuk folytatni. Megérkeztünk a negyedik fejezetbe, ami a Szörnyeteg címet viseli, aztán visszatértünk Arkádiába, hát kíváncsi leszek, hogy hogyan tovább. Remélem, April nem fog megfázni. ja, úgyhogy... Hát köszi szépen a figyelmet, innen folytatjuk. Na, szevasztok!